Saját telephelyen, például a házunk tetőszerkezetébe építve is megtermelhetjük az éves szükségletünket kielégítő villamosenergiát napenergiából. Ennek bekerülési költsége 2-3 millió forint, de jó esetben pályázat is igénybe vehető hozzá, melyel akár a beruházás 30-35%-a is megspórolható. A beruházásokat még inkább a fogyasztásnál kisebb termelésre tervezik, de bizonyos esetben előáll az a nem mindennapi helyzet, hogy nem a felhasználó fizet a villamosenergia kereskedőnek, hanem még ő fizet a felhasználónak a megtermelt energiáért. Az idei Renexpon bemutatottak szerint a Smart Metering a mai hagyományos villanyórákat váltaná fel, gyakorlatilag digitálissá tenné azokat. Az okos mérőeszközök segítségével a fogyasztó sokkal könnyebben tudná nyomon követni aktuális áramfelhasználását, ráadásul a szolgáltatók is folyamatos képet kaphatnának ügyfeleik fogyasztási szokásairól. Az okos rendszerek, azaz a Smart Grid alkalmazásával az évszakonként vagy napszakonként eltérő fogyasztói tarifák kialakítása is elképzelhető, ami hosszú távon a felesleges fogyasztás mérséklődéséhez vezethet. Egyes merészebb üzleti modellek tudatosan ruháznák fel a fogyasztókat azzal a képességgel, hogy az összes lényeges naprakész információ birtokában maguk irányíthassák az energiafelhasználásukat.